Berg Judit nagy sikerű regénysorozata a Rumini. Ennek első kötetét vitte színpadra az Inverse Dance társulat. A bátor és talpra esett kisegér kalandjai lebilincselő élményt nyújtanak a gyerekeknek. A darab tavaly debütált a Nemzeti Táncszínház közreműködésével, nagy sikerrel. Keszthelyen először mutatták be a táncjátékot. A társulat vezetése vallja, a Budapest központú táncművészetnek meg kell jelennie vidéken is, ezért ők is évente legalább 50-60 előadást mutatnak be a fővároson kívül. Meg kell jelenjen mindenhol a magyar táncművészet. Én úgy hiszem, hogy a táncművészet az zsigeri rétegekben tudja az emberi érzelmeket megmozdítani, ami nagyon fontos. Egész más, hogy tudnak akár egy gyermek vagy egy felnőtt előadáshoz kapcsán kapcsolódni utána ehhez az előadó művészeti ághoz. Tehát a táncművészetnek úgy hiszem, hogy egy híd szerepe is van az egyéb előadó művészeti szektorokhoz. A fesztivál programjában 5 olyan előadás látható, amely a Nemzeti Táncszínházban minden alkalommal sikeresen szerepel. A rendezvény célja, hogy a balatoni régióban élőknek, pihenőknek is megmutassa a magyar táncművészet sokszínűségét. Sok a külföldi vendégünk, a német, az orosz vendégünk, aki rendszeresen ilyenkor megjelenik Keszthelyen és jegyet vesz az előadásainkra. Nem csak azért, mert egy olyan kincset és egy olyan értéket közvetítenek ezek az előadások, hanem azért is ezt fontos értékez itt Keszthelyen, mert ezért ugye nem kell felutazni a fővárosba, és nem kell utazni külföldre sem, hiszen ezek olyan társulatok, akik már Nyugat-Európán is túljártak, megfordultak Észak-Amerikában is, és én úgy gondolom, hogy ez egy óriási érték, hogy a Nemzeti Táncszínházzal közösen mi ezt évről évre itt Keszthelyen meg tudjuk valósítani. A tánc panoráma elmaradhatatlan fellépője a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, akik Szatmár című produkciójukkal lépnek színpadra pénteken. Szombaton a szegedi kortárs balett Carmina Buránájára minden jegy elkelt. Vasárnap a Magyar Állami Népi Együttes lép fel. A programot Lakatos János táncoló filmkockái és fotókiállítás is színesíti.